Az Óbecsei Gyidó Művelődési Egyesület a legnagyobb és legörömtelibb keresztény ünnep előtt műhely munkákat szervezett a karácsonyról és a hozzá kapcsolódó népszokásokról. A gyidó legfiatalabb tagjainak először lehetőségük volt nagyon érdekes módon megismerkedni az ünnepekkel a karácsony előtti felkészülési hetekben, nevezetesen a detincivel, a matericával és az ocával, majd a karácsonnyal foglalkoztak. Megtanulták, hogyan ünnepelték régen ezt az ünnepet, és hogyan néz ki ma. Ezek az ünnepek azok, amelyek emlékeztetnek bennünket a családi értékek erősítésére, egyetértésre, közösségre. A mai második műhelyen a karácsonyról és a hozzáfűződő népszokásokról, szimbólumokról tanultunk. Célunk ezzel a műhelymunkákkal az, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez az ünnep néphagyományait, népszokásait. És ami talán még ennél is fontosabb, hogy elbeszélgessünk velük arról, hogy ez a hagyomány manapság éle még. Megegyeztünk közösen abban, hogy a korszerű életváltozásai ellenére a karácsonynak, mint minden kezdet kezdetének, továbbra is a fő jelképe az egészség, a béke és az öröm. Ez egyben lehetőség volt a gyerekeknek, hogy tapasztalatokat cseréljenek, hogyan ünneplik ők a legörömtelibb keresztény ünnepet, de megtudhatták azt is, hogyan tették ezt őseik. Szépnek tartom azt, amit megtanultunk erről az ünnepekről. Megtanultam valami olyant is, amit eddig nem tudtam. Imádom, mert ajándékokat kapok, és mert barátkozhatok a barátnőimmel. Nekem tetszett ez a műhelymunka, mert megtanultam, mi a detinci, a materica és az oca. Ezt nem tudtam, mert az én családomban ezt nem ünnepeltük soha. Azt is megtanultam, hogy szenteste a család legidősebb tagja megy be a házba először a bátyákkal. Szórakoztató volt, és szép az, hogy megtanultunk valami újat. Nem számítottam arra, hogy ennyi gyerek ismer ilyen sok népszokást, ez lenyűgöző. Szép volt arról tanulni, hogy milyen népszokások voltak régen, és hogy ma ki hogyan ünnepel. Meglepődtem azon, hogy sok gyerek ismeri a népszokásokat. Elég tanulságos volt, és a gyerekek sokat tudtak a régi szerbiai népszokásokról. De mi is tanultunk valami újat, amit eddig nem tudtunk. Sokat megtanultunk, amit eddig nem tudtunk, és nagyon érdekes volt. Az idei gyidói naptári év egyébként annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy ez a művelődési egyesület egy sor különböző műhelyt valósított meg, melyek középpontjában a legfiatalabbak oktatása áll a legfontosabb ortodox ünnepekről és népszokásokról. Az első műhely munka volt a Húsvét a Gyidóban, majd ezt követték a Nemzetközi Néptánc Fesztivál a Becsei Folk Fest keretében megrendezett műhelyek, amelyek ugyanezt az elnevezést viselték. És mivel ezekről a műhelyekről nem volt lehetőségünk beszélni, kihasználnám most az alkalmat, hogy megemlítsek néhányat az aktivitásaink közül. Mivel a fesztiválon javarészt fiatalok léptek fel, lehetőséget biztosítottunk nekik a tapasztalat cserére, hogy megismerkedhessenek kortársaikkal a világ másik tájáról, hogy érdekességek által bemutassák saját országukat, kultúrájukat, hagyományaikat, népszokásaikat. A koncertek után minden este aktivitásokat tartottunk, amelyen a résztvevők bemutathatták saját alaptáncaikat, amit a többieknek meg kellett tanulniuk. A tervek szerint karácsony után még egy műhelymunkát tartanak ennek az ünnepnek a témájában.